A próbamunka során óránként 8 tonna sárgarépát mosnak meg és csomagolnak be az alkalmazottak a császárkert új feldolgozó vonalán. A gép maximális kapacitása azonban 15 tonnát tesz ki óránként, amivel egy év alatt 1000 hektárnyi területen megtermelt sárgarépát lehet áruvá készíteni. Ez háromszor több, mint Szerbia egész évi sárgarépa szükséglete. Ez az épület a hátunk mögött, itten a sárgarépa konfekcionálását fogjuk végezni, szóval csomagolását, mosását, pakolását, stb. És itten megpróbálunk egy részlegben pakolni másfajta áru fajtákat is, zöldségféléket, amire gondoltam pontosabban a paprika lesz a következő artikli, amit majd fogunk csomagolni. A cégnél a szakosodásra törekszenek, a sárgarépa és a paprika termesztésére helyezik a hangsúlyt. A Prosperitati Alapítvány pályázatán vállalt integrátori szerepkör keretében a 2019-es évre 210 hektárnyi sárgarépa és 10 hektár paprika termesztésére kötöttek szerződést. A több mint 3 millió eurós befektetéssel felépült csomagolóközpont ünnepélyes megnyitóját májusra tervezik. Július derekától pedig teljes kapacitással beindul majd az idei termésű sárgarépa feldolgozásra.